ami megfelelt a pályázat elbírálóinak is. Én azt gondolom, hogy az előkészítés folyamán annak a szempontnak köszönhetően, hogy minden érdekeltet, azokat is, akik jelenleg használják az ingatlant, azokat is természetesen, akik üzemeltetik az ingatlant, azokat is, akik a jövőben az új ingatlan használói lesznek, mindenkit, rendezvényszervezőket, mindenkit próbáltunk bevonni abba a munkába, ami az előkészítés munkálatait jelentette. Több fórum, megbeszélés, kihelyezett kulturális bizottsági ülés is volt itt a Művelődési és Sportházban, mind-mind azt a célt szolgálta, hogy mindenki mondja el a véleményét, mondja el, hogy ő hogyan képzelné el a felújítást, milyen funkciókat látna az ingatlanban. Ezeket összegyűjtöttük, nekünk is voltak természetesen elképzeléseink, és hát ezeket össze kellett persze vetni, össze kellett illeszteni a pályázat meglehetősen részletes és meglehetősen szigorú kiírásaival és elvárásaival.